Közmeghallgatást tartott Zalalövőváros önkormányzata a város több település részén, így Budafán, Dedesben, Irsán is elmondhatták lakókörnyezetükkel kapcsolatos észrevételeiket a lakosok. Budafán többek között a vízesárok karbantartásáról, útjavításról, temető melletti kerítésről, új mezőgazdasági út lehetőségéről kérdeztek az érdeklődők. Köszöntök mindenkit a budafai közmeghallgatáson. Még a választások előtt ígértük azt, hogy szándékai szerint vissza fogunk jönni mi a település részekre is. Budafán tegnap voltunk, hát a 19-es választások előtt. És hát egy kicsit késve ugyan, de hát ennek ugye azért objektív okai voltak tőlünk függetlenek, hogy a Covid ezt megakadályozta. Az alapvetően decemberben volt a központi közmeghallgatás. Ott összekötöttük a rendezési tervnek a véleményezésével, és aztán azt követően most végigjárjuk a település részeket. A energiaválsághatása, tehát azért nem a szokásos időket éljük ebben a ciklusban, hogy a 2020-tól a Covid, ahogy véget ért tavaly az egészségügyi veszélyhelyzet, egyből a háborús veszélyhelyzet, és mellette már elkezdődött az energiaválság, az pedig már ugye több mint egy éve érezteti hatását. És hát a nyáron nagyon megugrott az energia. A mi szerződésünk, illetve általában az önkormányzatoké azok, hogy szeptember 30-al vagy december 31-el jártak le, hát a gáz tekintetében szerencsénk volt, hogy a miénk decemberig legalább kitartott, de onnantól kezdve rendszeresen többet kell energiára költeni, mégpedig ezt a lakosság nem biztos, hogy annyira érzi, mert azért a lakosság nagy része védett a rezsicsökkentett villamosenergia és gázárakkal, de még mindig az, mint a 140 forintos bruttó köbméterárat kell fizetni a gázért, illetve a 40 forint azt hiszem a villamosenergia. Most itt a villamosenergia költségeink láthatók, nem tudom mennyire apró betűkkel van írva és mennyire olvasható. Kiemelnék néhányat a nagyobb intézményekét. A közvilágítás az első, ami eddig került nekünk bruttó 1.683.000 forintba, és ezzel nagyon nem is tudunk takarítani csak akkor, hogyha időszakosan kikapcsolnánk. Annak a várható éves költsége 14.374.000 forint. Vagyis közel a tízszeresére emelkedett. Valójában nem ennyi a költsége, hanem ennek közel a duplája. Ez csak az energiaköltség. Erre még rámennek a rendszerhasználati, meg egyéb díjak bőven, tehát az még 20-25%, illetve mellette még a megtakarítási konstrukcióból fizetjük az új lámpatestek bérleti díját, tehát olyan közel 30 millió forintba kerülünk nekünk a közvilágítás, de ez viszonylag az idén az állami támogatásnak köszönhetően az nem lesz nagyon deficites, hiszen a normatív támogatás volt 13 millió forint körösszeg, és egy 13 millió forintot kaptunk most nemrég további támogatást erre a feladatra. Tehát 26 millió forint felett áll rendelkezésre, és a 30 millióban nem fog kerülni, de itt is egy 3-4 millió forintot hozzá kell tenni. A mezőgazdasági utak, meg ezek a szántó területeken, az útközlekedésben semmi nem történt. Nem tudom például, hogy a lőtér kinek a tulajdonában van, ami ott a válságút végében van. Nem tudom ki, de lehet, hogy sokan nem tudják. Az egyesület működteni, de az ő tulajdonában van, én azt nem tudom. És oda milyen kérdezett? Hát oda képzelős megjárt Sártánger, igen. Akár onnan megyünk mindenki. Hát akkor miért nem ebben a mai világban, miért nem csinálok összeutat és utána létesítmény? Mert ugyanaz vezet például a rali pályára is, azt kell mondanom. Mert addig még a kerülőt el nem készült, ugye mentek ezek a nagy gépek, azért gondoskodtak arról, hogy tudjanak közlekedni. Aztán ugye ez megszűnt az na, egy pillanatra, akkor még a... És akkor de vége van az egésznek, nincs semmiféle kadratlatás, nincs építés. Én nagyon jól emlékszem rá, amikor még a TSZ rendszerben ugye a Hársanyagnak is érdekeltsége, mert a keményfaivakkal között volt a termelőszövetkezet, azok olyan mezőgazdasági utat csináltak, hogy képekkel át tudtak járni itt a budafai Minden utcán keresztül. Én magam is jól tudom, mert sokat motoroztam éjjel-nappal azon a területen. Ma már nem tudom megoldani, ilyen lehetőség is. Összeszántották a térképes utak jelentős részét, a megmaradt utak meg áldozatlanak. Hát ezek az érdekében kellene valamit tenni, úgy érzem.
kellene pályázatokat készíteni. Ebben volt egy nagy kudarc az önkormányzatnak, vagy 10-12 éve. Igen. A mezőgazdasági utaknak a felújításával, és fejlőmalannak. Nyilván ez nem megy a használók nélkül. De azért a használóknak hozzá kell járni ahhoz, hogy ezeket az utakat felújítsuk. De hát a használók is ugye... 10-12 éve volt, amikor azt hiszem, Laci, még egy év után volt egy nyertes, pályázat a mezőgazdasági utak felújítására. A pályázat beadásakor az érintett gazdálkodók meg kellett interjúvolni, hogy hozzájárulnak-e a pályázat megvalósítása esetén volt önrésze az önrészhez, azt hiszem az önkormányzat is valamennyit fordított erre, illetve ő nekik is kellett, és amikor megnyertük a pályázatot, utána a gazdák azt mondták, hogy nem adják az önrészhez a szükséges összeget. Dedesben kátyújavítás, aszfaltozás, közvilágítás, elhagyott telkek, vízesárkok gondozása, illegális szemétlerakás, kék túra útvonalon ivóvíz lehetőség biztosítása, közösségi ház hiányának kérdése merült fel a hozzászólások között. 2022-es tavalyi költségvetésünk az ugye 1 milliárd felett volt. Az idei tervek most készülnek, az is még egy 100 millióval lefelett lesz körülbelül. A tavalyi beruházásokról azt mondja, az ivóvíz vagyonértékelésre kellett költenünk, azt ugye el kellett végezni. A csapadékvíz pályázatra kifizettük a tervezést, például maga a tervezés volt 3 millió forint, hogy elkészült a, ennek a projektnek a terv dokumentációja. A támogatást adtunk a Sötét Majori temetőben, ugye lakossági összefogással felújították a kerítést, illetve a régi ravatolozó elbontását követően egy olyan építmény került oda, ahol méltóképpen el lehet búcsúzni a halottainktól. Ezt elég sok személy támogatta, aki érintett, és elég jelentős összegekkel járultak hozzá, és nyilván mi is támogattuk. A játszótérre gyorsan csináltam még a nyáron egy homokozót, mert Orbán Viktor még 2016-ban a Riói olimpián azelőtt volt egy pályázati lehetőség az önkormányzatoknak, amit mi is annó beadtunk fitnessparkokra, és 2016-ban, amikor kint volt egy stúdió beszélgetés, akkor ígérte meg, hogy minden önkormányzat megkapja, és tavaly mi is megkaptuk ezt a fitnessparkot, amit úgy döntöttünk, hogy leviszünk a túra, és bizonyára mindenki járt ott, hogy hol található ez a fitnesspark, majd lesz róla mindjárt egy fotó. És a homokozó az áldozatul esett ennek, és egy másik homokozót készítettünk. És itt még tárgyeszköz beszerzések vannak. És akkor a következő a felújítások. Azok a csatornák még, amik a Líderen kívül megjelentek, azok jellemzően a topos pályázatok voltak, és gyakorlatilag a turisztikán kívül mindenre volt esélyünk, amire volt esélyünk, mert vannak dedikáltak, amire nem is tudunk beadni. Négy pályázatot adtunk be a Top Plus-ra, minden négy pályázatunk eredményes volt. Ebből az első, azt hiszem, ami nyertes volt, az a Salla Művelési Központnak a felújítása, ami terveink szerint már elkezdődhetett volna akár decemberben, de a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a szerződés kötés az múlt héten történt meg, és jövő héten fogjuk átadni a munkaterületet. És a maximális 90 millió forintra pályáztunk, amit meg is kaptuk. Ez arra lesz elegendő most, hogy a nyilázárokat kicseréljük, a homlokzat hőszigetelését megoldjuk, illetve a födémnek a szigetelését megoldjuk. És akkor tudom, hogy a Dedesi utász KPM út, de a patka nagyon katasztrofális. Itt fönt van egy kis veszély a kanyarba. Nem csak ott, hát figyelj. Tudom, de a legveszélyesebb ez. Ilyen 10 centis hogy itt mindig különbség van az út meg a patka között. Igen, de engem ez a felső kanyar, ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz állapot. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy fixre legyen azt a kátyú. Van ott egy kátyú, amit mindig nyilván az autók, meg egyéb kimossa valami víz, vagy bármi. És akkor az a veszélyes ott, hogy a kátyúba nyilván nem megy bele senki, a lengét csillapítója tönkre menjen, ha még teljesen kiviszi az autót, mert egyébként ki kell vinni, mert nem tudjuk, hogy mikor jön velünk szembe,
akkor meg már majdnem az Erzsinek a szülői házának az árkába jár. Ha bár hozza, akkor meg félő, hogy a kanyarba, aki nem megfelelően közlekedik, hogy összeütköznek. Ez tényleg az fontos. Már többször is. Szó volt arról is, hogy egy tükröt raknak oda. Az 500 ezer forint az nagyon drága. Ami a közutakat illeti, lalalövőt érünk ilyen, ugye, amikor ez az energiaválság meg az infláció kezdett elszabadulni. Két olyan projektől vonták vissza a támogatást, ami zalalövőt érintette. Az egyik a 86-os elkerülőnek a felújítás, ugye, mert alapvetően ezt a kemény fától erre fölfele a földcsúszásokat érintette volna, ahol voltak területkisajátítások is. A másik pedig, ami szintén megvalósult volna még tavaly, az pedig az Alaidnak a felújítása, ugye, ami nagyon ráfért volna. Úgyhogy hát reméljük, hogy ezek mire visszakerülnek és megújulnak, mert most már azért félő, amikor átirányították ide a forgalmat, akkor megkérdeztem az illetőtől, hogy vajon nem szakad le ez a híd most, hogyha megint a kamionok megindulnak rajta, mert borzasztó, hogyha valaki alá néz, hogy milyen állapotban van. Csöndes tartsanak az aljátor itt. Szemét lerakása a temetőnél, ugye, ahogy ugye most bezártátok, megoldódott, de cserta, ahogy kimész ide, most ott tiszta szemét minden. Ja, akkor megállnak az autók is a busz megállónál, és dobálják ki az akácásba lefelé, hadd menjen. De zsákokat vagy üveget? Persze, miért tudom én? Reklámtáskában, amikor jobbára kiszólva, és abban van a cucc. Akkor arra nem beszél, hogy lövön is számtalan utca vége, szeméttelep. Tehát, hogy én nem... És oda azért többnyire az utcában lakok. Az utcában lakok egyértelmű, de hogy nem tudom, hogy az ellen nem lehet valamit. Legális szeméttelepet találunk, ezt föl lehet telepíteni a telefonra. És ha azon lejelenti valaki, akkor hogyha az magánterületen van, akkor kijön a hulladékszolgáltató és elviszi, ezzel próbálunk meg most majd kísérleteznénk. A busz megállók szemét tartói tele vannak, még itt Irsa felé is, meg a busz megálló mellett is a várok. Szemétem. Oda legalább némelyik belerakja. Én találtam a Mincenti busz megállónál olyan szemetet, amit Jakabról hoztak el, és ott dobták ki a Mincenti busz megállóba. Például, ne ilyen táskába. Ugye évente van csak egyszer ez a lottalanítás. Itt volt ebben, mi is, nekünk is volt kísérletünk erre bizonyos kamerázásra, és akkor most válaszolnék is rá. Utána jártunk neki, tehát igazából közteleten csak úgy lehet megfigyelni, hogyha az az önkormányzathoz, vagy a rendőrségre, vagy egy szolgáltató céghez van bekötött magánszemélyhez, sajnos nem lehet, illetve ha magánszemély figyeltet meg területet, ugye csak a saját ingatlanját, még a közterületet sem figyelheti, tehát ha valaki mondjuk felszerelhetett magának egy kamerát, az úgy kell neki beállítani, hogy a utati járdát már ne lássa, csak szigorúan a saját területét. Az írsai közmeghallgatáson is több témában kérdezett a lakosság, így a kátyuk miatti veszélyes közlekedés, közösségi ház vizesedése, víznyomás problémák, mezőgazdasági gépek által felhordott sár, vizesárkok takarítása volt a téma. A másik dolog, mert látszik itt a falon, a vizesedés. Ugye ez azóta van, mióta megcsinálták ezt a szép térköves bejárót, és a víz nem tud arra felé lefolyni. Mert a vízáltereszt ezt kicsit magasabbra tették, mint a talajszint. Tehát ennek lenne egy olyan megoldása, hogy ide ásni egy vízelvezető árkot, szűrőkavicsot bele, és akkor egy drén megoldása, hogyha erre lehetne. De arra tudunk lehet is biztosítani? Itt az épület, tehát körülbelül. Ide kellene egy kis töltés, hogy az épületet megvédje, és arra lenne egy. Hát azt geotextil kellene szűrőklavicsnek megásni az átot, és el lehet mondani a hátra. Volt a tüzesebb, említette a lövői tűzoltókat, ugye is lövőn elég sok olyan megnyilvánulás mondta, hogy kijöttek ide víz nélkül. Tehát itt mondom, ha ők nincsenek, akkor még két ház leég. Nem egy, még kettő. És tiszteletem minden két embernek, aki jött, többiek később érkeztek, de az a két ember, ha akkor nem ér ide, akkor van minden háza biztos, hogy meggyullad, meg lehet, hogy a másik is.
Igen, és én ennek utána néztem, utána érdeklődtem, hogy miért nincsen egy nyomás, és hát azt mondják, hogy a nyomás a tartályban nem elég, illetve attól tartok, hogy most még lehet, hogy kisebb, mert az a spórol az alapizmus, és az egész helyzetben van, hogy a tartályokat nem tölti fel teljesen. És ugye kisebb a nyomás alapból. Szerintem Marko jól, neki a vezeték álló növegedve, és nem tudom, hogy jól lassan. Hát sőt, és akkor hiányzották, nem jött ki. Igen, igen, ez mind nyomás hiány, én is tapasztaltam. Hozzáforrásom lenne, álló a víz kérdéshez. Útnap, vasárnap fiam, mikor volt ez? Vasárnap. Vasárnap, fölhintük, nem volt egyáltalán 4 órában víz kívül. 8 órában felhintjük a vízművet, sajnos jelen pillanatban nem tudjuk megoldani, mert az éda azt nem tudja a villanyos rendszert kiépíteni, hogy megcsinálni a szél vihar véget, hogy ésszak kapjon vizet. De egészségről kapunk agregátot, amivel nyomja. 11 órakor felhívtuk újból a vízművet, hát még az EVA nem tudott elektromos megoldást csinálni a valahova, a hidrokorban. De az agregátor még mindig nem ért ki. Este 6 óráig ára vártuk. De nem elfelejtettem megkérdezni attól, vagyis nem is a fiam telefonált már Undalánba, hogy hát akkor miért nem mondtak egy lajtos kocsit ki, ami belegolába fordul kapna vizet. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a figyelmükkel. Köszönöm. És akkor vagy évvégén, vagy jövő január környékén megint akkor az egyéves munkára remélem, hogy nem lesz semmiféle pandémia, akkor megint érkezik. A Sallaművelődési Központ könyvtára az idei tanévben is meghirdette történelem levelezős versenyét. A 2022-2023-as tanév témája az egyetemes és magyar történelem 1301-1700-as évei közötti eseményekre koncentrálódott. A felhívásunkat a Zala vármegye általános iskoláiba juttattuk el, amelyre szép számmal jelentkeztek. Versenyünkre külön nevezés nincsen, eljuttatjuk felhívásunkat és az első feladatlapot az iskolákba, és az első feladatlap kitöltésével, visszaküldésével regisztráljuk a versenyzőket. Egyébként a megmérettetés 3 fordulóból áll, 300 pontot érő feladatlapot küldünk a tanulóknak, és ezeket értékelve születik meg az eredmény. Versenyünket egy döntővel szoktuk zárni. Ez a tavalyi évben és az idei évben nem kerül megrendezésre, tavaly a járvány miatt, idén intézményünk energetikai felújítása miatt, de az értékelés az a 3 legtöbb pontot elért versenyzőt jutalomba részesítjük, a többiek emléklapot kapnak, és egy személyes véleményt is szeretnék hozzáfűzni a versenyhez. Nagyon élvezetes öröm a gyerekek munkáit értékelni, foglalkozni, mindig nagyon szurkolok nekik, és az én személyes véleményem az, hogy mindenki egy 10%-kal legalább jobban teljesítene, hogyha a feladatokat esetleg figyelmesebben olvasná el, és azt a végső összegzést tudnám lezárásképpen elmondani, tehát, hogy a gyerekek jó tárgyi tudással rendelkeznek, a hibákat inkább a figyelmetlenségből szerzik. Tizenkilenc zalai iskolából 124 felső tagozatos tanuló jelentkezett a felhívásunkra, és 110 küldték vissza mind a 3 feladatlapot. A 3 forduló feladatlapjainak összesítése alapján a következő végeredmény született.
Első helyezést ért el Németh Gergő, a zalaegerszegi Eötvös József általános iskolából, felkészítő pedagógusa Szalainé Kálmán Szilvia. Második helyezett lett Csinger Levente, a nagykanizsai Zrínyi Miklós Bolyai János általános iskolából, felkészítő pedagógusa Budáné Józsa Szilvia. Holdversenyben két harmadik helyezés született, Cinege Levente, a Keszthelyi Életfa általános és alapfokú művészeti iskolából, felkészítő pedagógusa Szilágyi Adrien, és Horváth Dusán Péter, a nagykanizsai Zrínyi Miklós Bolyai János általános iskolából, felkészítője Budáné Józsa Szilvia. A három legeredményesebb versenyző könyvjutalomban és oklevélben részesül, illetve minden résztvevő játékos emléklapot kap, amelyeket az iskolák címére fogunk elpostázni. Gratulálunk a versenyzőknek, és köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját. Irodalmi szalon rendezvény keretében mutatta be Berkes József és Nagy M. Katalin versek 2:1 című közös kötetét február 23-án. A két alkotót az est moderátora Vog Mária tanárnő mutatta be. A verseket Bicskei Klaudia, Pap Ferenc, dr. Pacolai Ilona tolmácsolásában hallhatta a közönség. Emellett Henry Prigge zenész, zeneszerző, gitárkísérettel, dalokkal színesítette az est hangulatát. Sok-sok évvel ezelőtt felkértek egy közművelődési konferencián előadást tartani, és akkor így kezdtem én az előadásomat. A közművelődési dolgozók előtt két út áll, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Ahogy ugye ez kicsit napjainkra is érvényes, és nem véletlen ennek a kis humornak, viccnek szántam, de valóságos alapja van, akik benne dolgoznak, azok tudják. A mai napon úgy érkeztünk ide, hogy már itt visszatérő vendégek vannak, szinte majdnem mindenki, Henry Prigge úr kivételével járt már itt, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Ezt ugye nagyon nagy részben köszönhetjük ugye Katinak, aki olyan kis produkciókat szervez, amire eljövünk akkor is, hogyha nem mi vagyunk a szereplők, hanem nézőként, és nagyon szívesen jövünk. Ma szeretném elmondani, hogy kicsit az érzékenyítés kedvéért Lovásziban mutattuk be először ezt a kötetet, és ott a Magyar Kultúra napján voltunk, és érdekességként úgy felmerült bennünk, hogy a Magyar Kultúra napján kik adnak elő a magyar kultúráról. No, hát akkor maradunk abban, hogy Pacolai Ilona és Pap Ferenc és Nagy Kati színmagyarok. Berkes Józsefnek igazolta, ja ne, Ilonát ki kell vonnom. Berkes József is csatlakozik Ilona mellé egy sváb nagyszülővel. Én ugye magyar vagyok, de egy szem magyar vér nincs bennem, mert tiszta sváb vagyok. És akkor jön ehhez Klaudia, aki magyar, de szerb-magyar kettős állampolgár, most már talán 5 éve körülbelül, hogy itt élsz Lentében, és hát ha reméljük, hogy szeretsz és maradsz majd. És Henry Prigge, aki német, és folyik az elmagyarosítása. Úgyhogy ilyen társaság ad elő, és adjuk elő most is, hogy egyáltalán milyen érdekesen tud összeállni egy társaság, akik látszólag ugye homogének, meg amúgy is azok is vagyunk. Na. Nem lehet büntetlenül ide jönni és csak ülni és nézni. Ma is megdolgoztatjuk a kedves nézőket. Ma rozsdás szög kereső akció lesz. Tehát ha valaki valamelyik versben, mert a költők olyan sokoldalúak, hogyha azt mondjuk, hogy libaleves, akkor libaleves. Ha azt mondjuk, hogy konnektor, akkor konnektor, mindenféle témában tudnak írni. Rozsdás szög is lesz a versekben, és aki megtalálja a rozsdás szöget, jutalmat fog kapni. Most azért, hogy tudjuk, hogy a rozsdászög kereső akció úgy zajlik, hogyha meghallom a rozsdászöget, biztos, ami vers közepén, akkor azért nem mindjárt, ugye, itt, hanem bemutatom Petőfi példáján, hogy tessenek jelentkezni. Mondjuk,
Itt van az ősz, itt van újra. S szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból a rozsdás szöget szeretem. Mert folytatódik a vers. Kiülök a dombtetőre, onnan nézek szerteszét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Kész a vers? És most jelentkezünk, hogy rozsdászög, csokoládé. Tehát így zajlik akkor ez. Nos, akkor kezdjük a bemutatkozást Berkes Józseffel, akit felkérek én, hogy ő önmaga szépen meséljen magáról, mit tartana fontosnak, de felkérem, hogy ne legyen túl szerény, mindenképpen mondd el, Jóska, hogy már 6 köteted jelent meg, mik ezek a kötetek, és légy szíves, azt is mondd el, hogy milyen irodalmi társaságoknak vagy a tagja, és akkor a többit azért rád bízom, amit szeretnél magadról elmondani. Tessék! Köszönöm szépen ezt a bemutatást, ami sok mindent nem is tudok hozzá fűzni, mert a Mária igen alapos munkát végez általában. Hát azért egy órát másfelet tudnék magamról beszélni, de hát ezt megpróbálom elkerülni, mert nem azért jöttünk, hogy én magamat fényezzem, hanem a munkánkat próbáljuk meg bemutatni. Hát azt hittem, hogy a Mária elmeséli azt, hogy miért vagyunk ketten itt a Katival, de majd én elmesélem akkor. De legutóbb, mikor itt voltunk irodalmi szalomba, a tisztelt nagyérdeműnek egyes tagjai, akik itt vannak és akkor is ott voltak, megszavazták azt, hogy a Kati versei kötetben jelenjenek meg. Ez Zalalövőről indult, ugye emlékeznek rá. Aztán itt van, tessék. Hát megjelent. Azért kettő az egyben, mert ketten vagyunk, meg egy verses kötet. Aztán eszembe jutott, hogy ez a Nescafé-nak a reklámja, és akkor úgy néz ki a kötet, mint a Nescafé zacskó, de hát nem az van benne. Hát talán akkor magamról néhány dolgot elmondanék. Ugye amikor 2014-ben megjelent az első verses kötetem, hát azután úgy döntöttünk a Szükek stábbal, hogy bemutatgatjuk a körbe, a járásba, a megyébe, ahol szívesen látnak bennünket ezt a munkát. Jártunk mi Keszthelyen, Zalaegerszegen, Lentibe, de van, ahol ugye fogadnak tisztességgel, szeretettel bennünket, van, ahova nem tudunk beférni, sajnos azóta se. Aztán ugye közben jöttek a dolgaim, írtam prózai könyvet, verses kötetet. A 6 könyv, ami eddig megjelent, 3 verses kötet és 3 prózai kötet. Most a 3. verses kötetben lévő verseim, a közös kötetben lévő verseim lesznek napirenden, de majd az előadás vagy a program végén megemlítem ezt a prózai kötetet is, ami még nem volt bemutatva sehol sem, ez a legutolsó, az a címe, hogy Éber álmok. Ez egy rövid történetekből álló prózai kötet. Hát, abban nincs szerzőtárs. Ha megengeditek, az életemet azt nagyon nem mesélném el, hogy hogyan születtem, mikor születtem, meg hol. Mert ez mindegyik kötetben, egy rövid életrajzban utána nézhető, nyomon követhető. Már nagyon nem is változik, hogy közben vagy meghalok, vagy nem, de még élek. Hát 77 éves vagyok, még van vissza 3 hetem a 77 betöltéséig. A március 11-én születtem, és hát ha megérem, akkor már másik dátumot írnak a koporsóban, mint most. Nem akarok meghalni, éppen most beszéltem itt az előbb arról, hogy különböző helyeken barátságokat kötök, és van olyan levelező társam, akivel szinte, ha azt mondom, hogy fiatalok lennénk, én legalábbis, akkor biztos, hogy valami óriási nagy szerelem lenne belőle. De ő annyi idős, mint az én fiam, tehát is egy budapesti hölgyről van szó, szürke, egy nagyon aranyos kis fehérnép,
és levelezünk, lelki barátok vagyunk. Találkoztunk is, mert a múlt héten volt neki az első verses kötetének Budapesten a bemutatója, és amikor engem meglátott ott a Rózsa Kultúrotthonba, éppen csak nem estünk hanyat, úgy ugrott a nyakamba, hogy nem érte a lába a földet. De sikerült úgy elmennem, hogy nem tudta, hogy én oda megyek. A Mária említette, hogy több helyen is bent vagyok egy ilyen, több irodalmi körbe. Hát az első, ami volt a Pannonírók Társasága, az a legelszegi csapat. Aztán később bekerültem Budapesten a Magyar Nemzeti Írószövetségnek a 13-as számú tagkönyve az enyém. Tehát az alakulástól kezdve éppen csak az elnökségi tagoké alacsonyabb sorszámú, mint az enyém. Tagja vagyok a Krúdi körnek, tagja vagyok a Magyar Újságírók közösségének, de nem publikálok, tehát nem folytatom, csak a társaság miatt, meg az információ adása, vétele szempontjából tartom fontosnak, hogy abban a csapatban is részt vegyek. Most gondolkodom azon, hogy a Kárhát Irodalmi Társaságnak is tagja kívánok lenni, de ott olyan gond vagy terveim vannak, hogy mivel Nyugat-Magyarországon nincsenek köre, tehát a Cserhát Társaságnak, azért az itt élő írókat, költőket megpróbálom rászedni arra, hogy ezt a társaságot közelítsük meg, mert nagyon, nagyon sok nagyon jó író, költő van a Cserhát Társaságban. Úgy van, hogy a bemutatkozás közben mindjárt elmondanék két kis rövid verset, hogy az alaphangot adjam meg a rendezvényhez. Az egyik az első, amit mondani szeretnék, Gondolatok címmel írtam. Nagyon tükrözik a versek az állapotomat, meg a hangulatomat is. Ez egy ilyen meditálós típusú négy soros vers. Úgy hangzik, hogy kedvem szomorú, bár feltalálom magam. Lassan úton érem az elmaradt, befejezésre váró, számtalan tennivalómat. Úgy érzem, hogy ezt mások helyett is megfogalmaztam, mert nagyon sokan vagyunk ebben a helyzetben, hogy mindig több a feladat, mint amivel bírunk. Ugye? A másik pedig a munkamódszeremmel kapcsolatos kis versike. Hát ugye sokféleképpen lehet verset írni, vagy ránk szakad a vers valahonnan, mert azt mondta egy költő barátom, hogy a verset nem kell írni, csak hagyni, hogy megírja magát. Hát az egyik ilyen típus az, hogy Fecnikről írt vers. Vannak olyan költők, akik elhalmozzák magukat Fecnivel, az egész lakásuk ilyen kis papírdarabokból áll, és azt válogatja, hogy melyik passzol melyikhez. Ezt Mérgenbe írtam egyszer. Ennek is megvan a célja, ami most nem fog előkerülni. A Fecnikről írt vers. Jártomban, keltemben, ha hallok, látok leírni való gondolatot, papírdarabkára vetem. És otthonomban, ha megtalálom, versbe rendezem. Belegondol az ember, hogy elmegy a boltba, nem viszi el a cetit, felét otthon, vagy felét nem veszi meg, mert nem jut eszébe. Én még abban a korban vagyok, amikor tudom, hogy megvan, tudom, hogy tegnap is megvolt, de hogy most hol van, azt nem tudom. De azt tudom, hogy legénykoromban erre jártam. Berkes József, utazás. Sokan állunk a kapuban, kiki hány éve, mióta. Fiatal éveimben az elindulást, utazás, idegen tájak megismerése követte. Ma már jószerivel az is örömet okoz, ha a kapuból vissza tudok menni a házba, a szobámba, a munkám mellé.
nem mondhatok le az utazástról teljesen, mert nem érhet felkészületlenül az indulási parancs, ha elérkezik az időm, gondolatba utazom, előre bejárom az ismeretlent, felfedezek távoli világokat, taposom az odavezető utat, hogy senki ne mondhassa, élt, de csak a háza kapujáig ért. Nem megyek egyedül, mert az életem során megismert emberek elkísérnek, körém gyűlnek, segítenek az emlékezésben, mindnyájan. Akik az úton előttem haladtak, mindnyájan, akik már célba értek, és én is, ha odaérek, a terített asztal mellett felidézzük a közös múltat, és ott majd rájövünk, hogy érdemes volt élni, szeretni és alkotni. Végig utazni az élet vonatán, megállni az állomásokon, felfedezni a természet megújuló gyönyörűségeit, mert a kapu, ha kitárul, indulni kell. Indulj tehát, hogy az utadat végigjárhass. Találkozás. Hát az ember egy fiatal korszakában másként találkozik a szeretteivel, szerelmeivel, mint öregkorban. Egy ilyen fiatalkori találkozást majd a Claudia fog elmondani utánam közvetlenül. Az időskori találkozás az általában gondolatokba, álmokba, emlékekbe jön elő. Hát egy ilyen találkozásról szól ez a találkozás című vers. Régóta ülök egy árnyas padon, várom, hogy kitárt karokkal szaladj felém, közben azon gondolkodom, mivel fogadjalak, mit mondjak, ha megérkezel, öleljelek, csókoljalak. Te kedves, szerelmes emlék! Legördül előttem a lelkembe zárt meg annyi gyönyörű pillanat, találkozásaink sora, évek, évtizedek, szerelmünk kora. Nagy terveim vannak még, melyeket megvalósítani talán lesz még alkalom, melletted leszek, átülel ismét a karom. Belenézek igéző szemedbe, hallgatom, ahogy sóhajod eljut a fülembe, hogy újra mondod, mennyire szeretsz, mindig az enyém vagy, és csak az enyém lehetsz. Térdemre ülsz, szembefordulsz velem, bámuljuk egymást, nem tudunk betelni a vágyjal, a csókkal, a simogatással. Gyönyörű rózsaszín kötszál reánk, már nem látjuk egymást, csak érzékeink csalnak bennünket, mégis tudjuk, hogy ismét együtt vagyunk. Ölelésünk akarása egyre távolodik, már nem vonz bennünket az ágy. Eloszlik a köd, körülnézek, megborzadok. Ketten vagyunk, én és a pad. Hová tűntél, te kedves szellem, álmaim asszonya? Visszatértél az álmomba? Itt voltál, vagy csak megcsalt az elmém, újra becsapott az öreg emberek számtalan gondolata. Vágyakozás, Bekes József. Ha egy könycsepp lennék, gyönyörű kék szemedbe megcsillannék, lecsorog a bársony arcodon, meghalnék égő csókos ajkadon. Jó, emlékezés. Ez is az előzőnek a hangulatába íródott. Régen Szent Iván éjszakán verseket írtam a szerelemről. Ma nem jut eszembe épkézláb rímes gondolat, elfogyott a szó. Elmúlt, talán végleg elmúlt a lázas szenvedély, a testem nem kívánja a másik testet, közömbössé vált az ölelés. Pedig az elmém tele van szebbnél szebb emlékkel, képek és filmek peregnek, lehunyt villámra vetítenek. Szép nők, barátnők, szerelmek, nyári esték, Szent Iván éjszakák, verejtékben fürdő álmodozásaink,
mikor a sorsunk beteljesedett, mert beteljesedett minden. Nem a sors, mi akartuk így, nekünk megadatott, másoknak kevés erre egy egész élet. Amikor még énekzenét tanítottam, mindig megkérdeztem az osztályt, akit átvettem, hogy van-e köztetek olyan, aki nem szereti a zenét. Körülbelül 3-4 évfolyamonként akadt egy, kettő talán soha egy-egy osztályban, aki föltette a kezét, hogy én kérem, nem engem idegesít a zene. Az én anyukám szerint a zene és a tánc nagyon sok embert éltet, és ezt én mondom. A zene a verset is egyen magasabb szintre tudja emelni, hogyha össze tudjuk kapcsolni a verset, ha megzenésítenek egy verset. Mikor Havoton tanítottam, és Petőfi következett, és mondtam a gyerekeknek, hogy ezeket a verseket fogjuk majd tanulni, azt mondták nekem, tanárnén, ezeket mi ismerjük. Ja, persze, mondom, ismeritek. Szeptemberről, tanárnén ismerjük, de hogy ismeritek. És hozták a kávészünet zenéit, megzenésített Petőfi verseket, és úgy fújták, és olyan összhangba tudtuk a verseket tanulni, tanítani és élvezni, hogy valami csoda volt. Mikor még ide jártam Kati irodalmi színpadába, és nem emlékszem már az összeállítás címére, de a halotti beszédet valamelyik helyes kis tag mondta. Igen, a szeretet erejével. Az volt a címe, a szeretet erejével, és a halotti beszéd alatt volt Szentpéteri Csilla Sirály című száma. Mm. Attól én teljesen elolvattam, azt én átvettem, és ezt a Sirály című számot annyira megszerettem, hogy amikor tanítottam lentiben, és jöttek hozzám engem minősíteni, akkor kerültem oda, és a kollégák, és ugye akik majd megnézik, hogy én hogy tudok tanítani, és Juhász Gyula Anna Örök című versét tanítottam, és ezt a zenét kapcsoltam be alá. És hát életem nagyon nagy sikerei közé sorolom azóta is ezt a történetet, mikor elmondtam, pedig az a zsiványok gyűjteménye a Lenti Lánkvalósi iskola. A zsiványok gyűjteményéből a legzsiványabb lány, tanárnéni, ez olyan szép volt, legyen szíves, mondja el még egyszer. És ott az órán mondtam, ennél nagyobb bajunk ne legyen, megismételtük. Azt mondta az egyik kolléganőm, aki jött engem felmérni, hogy hát én eddig nem szerettem az irodalmat, de kezdem megszeretni. Tehát én így gondolom, és ez így is van, ezt mindnyájan tudjuk, hogyha egy vers még kap dallamot is magához, ha megzenésítik, ezt megint Kati nagyon jól tudja, aki szintén meg is zenésíti, énekli is nagyon szépen a verseit, akkor ez egy magasabb szintre emeli. Henry Prigge jött ma ide hozzá, hogy a zenét képviselje. Hát egyelőre még nem az itteni versek megzenésítéséből énekel, még nem olyan régi a kapcsolat, de bízom benne, hogy eljön majd az idő, mert közel lakik például Kati és Henry a Lenti hegyen, és ha lesz annyi idejük, és majd egy-egy számot éppen meg tudnak zenésíteni, akár együtt is elénekelhetik, én azt szeretném még megérni. Remélem, hogy közeljövőben lesz. Most viszont már egy rég meglevő, örök klasszikus láger következik, Catch of the Wind és Donovantól. Love you now. What do you see this?
először megkérem Katit ugyanúgy, mint Jóska, hogy mutatkozzon be ő is néhány gondolatot magáról. Mondd el, légy szíves, te is, hogy már mesekönyved is megjelent, mert ő is nagyon sokoldalú, ő egy kis alkotó művész, de majd talán részleteiben elmondod. Tessék, parancsolj, tiéd a szó. Józsi bácsi lelőtte a poénomat, ugyanis én azzal szerettem volna kezdeni, hogy amit főztetek, azt most egyétek meg, ugyanis amikor megszavazta a kisebb bővebb közönség azt, hogy legyen a könyvem, legyenek a verseim kiadva, az így történt, de hát most ezt már lelőtték, ezt a poént. Ismertek annyira, hogy én már voltam nálatok, teret adtatok nekem a kismese könyvecskémnek a bemutatójával, aztán a kézműves dolgaimnak a kiállítása volt itt nálatok. Mindig nagyon szívesen térek vissza, és jól érzem magam itt nálatok. Én túl sokat nem tudok ehhez még hozzátenni, nem vagyok semmilyen alkotókörnek, közösségnek a tagja, soha nem hívnak sehova, én ilyen kis szerintem vagyok, ilyen kis magamnak való. Ez nem igaz annyira, de... Szóval szívesen jövök hozzátok, teszem a dolgomat, írok, festek én is, alkotok, és élek, ahogy a többi ember. Nagyem Katalin, szeretném, ha átölelnél. Szeretném, ha átölelnél szorosan. Úgy, ahogy a szív dobban, bennem lüktetnél. Csak némán állni, csendben vágyni. Nem beszélni, csak lenni. Lebegni a semmiben, lenni a jelenben. Elengedni mindent, ami a múlt, és elhinni, hogy van út, mely egymáshoz vezet, és ott is tart. Elhinni, hogy nem két part, hanem híd vagyunk, mely összeköt és kitart, mikor a víz korbácsolja a vihart. Hinni, hogy van holnap, s azután, s hogy azért találkoztunk, mert mi egyek vagyunk. Szeretném, ha átölelnél némán, szorosan. Úgy szeretném. Szerelmünk morzsáit. Összegyűjtöttem szerelmünk morzsáit, óvatosan egy csodás üvegbe söpörtem, vigyázva, hogy szép és rossz egy helyre kerüljön. Alaposan lezártam, díszítésként recsipkét vágtam, hogy kívülről is szép legyen. Címke is került rá, a múlt. Írtam kis időt betűkkel. El akartam dugni egy fiókba, hogy senki se lássa, aztán a polcra került. Lassan komótosan forgattam, ízleltem, mint új bort a gazda. Kissi kesennyésnek találtam, de ahogy gondoltam, majd lesz holnap. Meg még holnap, s beérik. Összeáll szépen, s mind visz fodra, elsimul idővel. Egy nap százszor is rápillantottam, de aztán tényleg jött a holnap, s már csak reggel, este. Vakulni kezdett a csipke, melyel betakartam. Odabent összeesett az emlékmorzsák halma, s kristályá változott. Vakulj! Vakablakon nézünk a jövőbe, a fesett igazsággal nem jutunk dőlőre. Várjuk, hajtjuk a holnapot és hívjuk a messiást. Segíts, urunk! Szétszínszáljuk egymás igazát, nem ismerünk se Isten, se hazát, ahon már nem otthonunk, térdre sem borulunk. Minek? Jön-e még nyára télre? Nem tudhatjuk, csak előre, előre, mint birkák a legelőre, úgy vonulunk. Átok, szitok, könny és közön sötét fejekben sötét gondolatok, akaratlan robotok, ezek lettünk. Egy falat kenyér, ne legyen üres a tányér, csak egy kis parázs télire. Ennyi jusson. Kis ember, kis igény, kis gondolat. Aki fent van, az meg mulat. Tényleg elég ez neked? A világ nem így kerek. Ezért ömlött hektónyi vér. Ember, nézz tükörbe s körbe, és húzd ki magad.
Egyenesre a gerinced is legyen, gerinced se legyen görbe. Azt szeretném. Én csak azt szeretném, hogy senkit ne érjen fa nélkül a tél. Hogy a kályhákban tűz duruzsoljon, a szívekben szeretet lobogjon. Hogy az emberek ne féljenek. Hogy ne a parancsszó legyen a lényeg. Hogy a holnapot ne csak reméljük, de megéljék, mert most ez a lényeg. Hogy mindenkinek legyen támasza, a kérdésre válasza, bánatában vígasza. Én csak azt szeretném, hogy emberként élj, hogy a gyermek is láthassa, érdemes. Születni reggel szép, sőt, tavasszal, mikor reményt hoz a hajnal, mikor madárdalra ébred a lélek, mikor életet lehel a természet. Élni délelőtt érdemes, sőt, nyáron, mikor a test még nem fáradt, mikor szikrázóan süt a nap, mikor még tiszta vagy. Lenni délután is érdemes, sőt, ősszel, mikor már beérett a nyári termés, mikor gondolsz még a holnapra, mikor választasz még a szabadra. Meghalni este kell, sőt, télen, mikor már érzed, hogy dermed a lelked, hogy a csend egyfajta új rend, mely betölti maradék életed. Nagy Em Katalin, lennék. Lennék neked tér és idő, magas hegy vagy lankás legelő, lábad alatt puha fű, finom, mohás. Lennék levegő, szikrázó napsütés vagy langyeső. Lennék hótakaró, vagy bármi, ami jó. Lennék válasz kérdésedre, vagy biztató szó. Lennék szívdobbanás a kebledbe, ha az volna jó. Lennék neked, veled, vagy benned, ha lenne hozzá merszed, hogy kérd, hogy legyek. A fák lábához kucorodott az ősz. Elővette palettáját, kevergetett zöldet, sárgát, csíkot húzott a völgybe lecsurgó útra, olyan rozsdás, mint milyenni az évek óta ázó szögvált. Visszahúzta ecsetét az erdő szélig zölde, de csak félig, mint mikor se kint, se bent nincs az ember. A fák lombjára fröccsentett pár cseppet ebből, abból, így lett színkavalkád a zöld egyenruhából. Lába alatt az avar, mind kis szárnyaszeget pillangó, rájuk is hullajtott egy-két puha barna cseppet. Keze nyomán ezer színben pompázott a táj, s a ragyogó napsugár még szelidebbé varázsolta a sötét zugokat, bár tudta, innentől az ősz mutatja az utat. A rozsdás szög. Marék számra tessék, aki a rozsdás szöget felismert, aki nem az meg azért. Tessék. Mind a helyező és mindenki zsuglán. Tessék. Nekem csend kell. Rend. És néha magány. Nem vagyok városi, sem vagány. Nem akarok háborút. Lettem, ahogy lettem, tettem, amit tettem. Egyszer véget ér a földi létem, s odafent kiderül minden vétkem. Néhányat magam sem értem. Nem én döntök, fent vagy lent, hárfaszó vagy üstrotyogás. Nem tudom, lehet ez is csak üres locsogás. Nem tudom. Én már megvívtam a harcom. Voltam mögötted, előtted, sokszor veled. Felégettünk erdőt, hidat, mögöttünk a pusztaság maradt. Ha akarsz, csatálsz. Rám ebben ne számíts. Elég volt a felsózott földből, a semmiért összetört kőből. Nincs időm. S akaratom. Menj csak.
Maradj itt a parton. Jól meg leszek, ne félj. Én sem félek, ha jön az éj. Nincs bennem se bát, se harag. Esténként elmondok egy imát, érted, s magamért. Nincs bennem se bád, se harag. Esténként elmondok egy imát. Esténként érted, elmondok egy imát, érted, s magamért. Nincs bennem se bád, se harag. Esténként elmondok egy imát, érted, s magamért. Esténként meggyújtok egy gyertyát, érted, s magamért. Esténként elmondok egy imát. A következő verset sajnos már valamennyien írhatnánk, vagy mondhatnánk, amit az édes apja emlékére írta. Csillag leszek. Egyszer majd csillag leszek. Apám mellé telepedek. Lógázom a lábam szépen, miről maradt le, elmesélem. Egyszer majd csillag leszek, apám mellett fényeskedek, rávillantom mosolyomat, ő megmondja, jó, hogy itt vagy. Egyszer majd csillag leszek, apámmal incselkedek, elé állok, hogy csak engem lásson senki mást a nagyvilágon. Egyszer majd csillag leszek, apám vállára telepedek, olyat sugok a fülébe, amitől kicsordul a könnye. Egyszer, majd a csillag leszek, s apám mellére fekszek, beolvadok a szívébe, úgy csillogunk együtt minden. And put me on the train.